A Pastól elszenvedett hazai vereséget követően azzal a szándékkal utaztak Zalaegerszegre a cápák, hogy idegenben pótolják a korábban kalkulált győzelmet. Az első negyedet 4 ponttal nyerte a házigazda, amely a második 10 percben 2 ponttal növelt előnyét. Fordulás után is a Zalaegerszeg volt eredményesebb, a záró negyed előtt 12 pontos hátrányban volt a Nyíregyháza. A vendégek azonban nem adták fel, csökkenni kezdett a különbség, és 80-80-nál már egyenlő volt az állás. A Hajrá Pető Ákos együtteséjé volt, így a cápák 5 pontos győzelemmel távozhattak Zalaegerszegről. Az Zalaegerszeg nagyon extra dobásokkal operált, és beestek nekik. Úgy érzem, hogy ott voltunk végig a nyomukban, de valóban ezek az apróságok, hogy mi az üres helyzet, illetve ők egy emberrel bedobták, vagy falut kosárjót dobtak, ezek hiányoztak, és talán egy kicsit el is bízták magukat a negyedik negyedre. Mi viszont arra tartogattuk a legjobb dobóformát, hála jó Istennek, illetve nagyon jól védekeztünk, és ebből a jó védekezésünkből jó ritmusban tudtunk támadni, volt benti kosarunk is, kinti dobásunk is, tehát így alakult. Még egyszer mondom, tehát úgy érzem, hogy ott voltunk végig az a Zalaegerszeg nyomában, látótávolságon belül, és szerintem az, hogy a csapatnak nagyon jó mentalitása volt, és hittek végig a sikerben, hiszen mínusz 12-nél és a negyedik negyedben nem az volt, hogy világvége hangulat, hanem hogy tudjuk megnyerni. A forduló másik meccsén az atomerőmű esen 82-66-ra verte a Pécset. Az alsóház tabelláját a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks vezeti 11 győzelemmel, a szintén 11 siker számláló Zalaegerszeg előtt. Az atomerőmiesének 9, a Pécsnek 8 győzelme van. A két cápák pénteken Pécsen lépnek pályára. A Zalaegerszeg 4-4 beli védekezés kellene átmenteni, illetve azt mondom, hogy a támadójátékunkban olyan szempontból jó volt, hogy jó helyzeteket vállaltunk el, és az első fél időben is volt olyan, hogy nem ment be, viszont nagyon jó labdajáratással jutottunk el a helyzetig. Ezeket kell megtartani, hiszen hosszú távon ebből profitálni fogunk, hiszen a jó kialakított helyzetből lesz valószínűleg a jó dobás. Amennyiben a nyíregyháziak győzni tudnak Pécsen és a másik meccsen, a Zalaegerszeg legyőzi az atomerőmű esélyt, már pénteken biztosra válik a kék cápák bennmaradása.